pályaorientációt tartanak férfi a szakmákból hölgyeknek, és két vendégünk is van, Szigeti Fanni, a Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője, illetve Varga Eszter, középiskolai tanuló. Kezét csókolom a hölgyeknek, jó reggelt kívánok! Mi az, hogy férfi a szakma? Mert nekem hirtelen az jut eszembe, hogy a férfi a szakma, én szerintem nem is tudom, hogy például nem tudom, hogy mennyire trendi a fogalom, édesapám vályár volt, és nem ismertem vályár hölgyetnek. Én lehet, hogy korosztályból adódóan azt mondom, hogy onnan biztos, hogy hiányoztak, tehát nem voltak, vagy az esztergályos iparból is a hölgyek, de hol hiányoznak a hölgyek jelenleg? Ezek a területek, amikről mi beszélünk, ezek az informatikai, mérnöki, természettudományokhoz kapcsolódó jövőorientált szakmák. Tehát, de mi, akkor ezekben nincsenek hölgyek, vagy nagyon kevesen? Nagyon alacsony számban, igen. Na most a hölgyeknél meg szokták kérdezni, mi leszel, ha nagy leszel, megkérdezhet kisasszonyt, hogy mi lesz, ha nagy lesz? Hát én, ha minden jól megy, akkor űrmérnök leszek. Űrmérnök? Hát ezt már most irigylem. És hol lehet űrmérnökséget tanulni? Hát sajnos Magyarországon nem lehet egyelőre ilyet tanulni, viszont tervben van, úgyhogy én az Egyesült Államokban fogok tovább tanulni. De akkor ez azt jelenti, Fanni, hogy Esztert mindjárt ebben a mondatában elvesztettük ebben a pillanatban? Bízunk benne, hogy nem. Egyrészt az is egy nagyon fontos dolog ebben a témában, hogy ahhoz, hogy valaki elhatározza azt, hogy például űrmérnök legyen, nagyon fontosak például a női példaképek, ami most már az Eszterről fajtos elmondható. Majd amikor ő nem űrmérnök volt. És nem is nő. Igen. Az is nagyon fontos, hogy olyan kézzelfogható tapasztalatok alapján tudja egy lány eldönteni azt, hogy mi is lesz majd, mivel is fogja majd az életének a nagy részét tölteni. Tehát például a Lányok Napja, amiről most mi beszélgetni fogunk, egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk már egészen fiatal korban, tinédzser korban arról, hogy hova is készülök. Úgyhogy ez a program, ez gyakorlatilag egy látókörbővítésről szól, aminek lehet az eredménye például az, hogy űrmérnök leszek, és beutazom a világot, mert ezek a szakmák ráadásul nagyon sokszor, sok-sok utazással jár. Hát nem a világot, a világűrt. Így van, igen. Ezeken a pályaorientációs napokon kiknek érdemes igazából megmutatni azt, hogy milyen olyan szakmák vannak, amikre nők nem gondolnának elsősorban, de mégis lehetőség. Mi az a kor, amikor a legfogékonyabbak erre? Leginkább ez a 11-15 éves korosztály az, aki még ilyen irányban könnyebben terelhető, de mi mindenképpen azt is szoktuk emelni, hogy még azok, akik nem nyomták le a felvi.hu-n, vagy esetleg bármilyen nemzetközi téren azt, hogy hova is jelentkeznek, azok jöjjenek el és tájékozódjanak, nézzenek körül. Hol? Ez a lányoknapja.hu weboldal. Április 30-án lesz ez a nap. Április 1-től nyílik lehetőség arra, hogy elkezdjék a lányok pásztázni ezt az oldalt, és a sok-sok lehetőség közül válogassanak. Ez az időszak még most ez a pár hét arra szolgál, hogy még várjuk a nagyvállalatok, középvállalatok, kisvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek jelentkezését. Nagyon fontos, hogy egy országos programról beszélünk, és ez egy ingyenes lehetőség, úgyhogy gyakorlatilag senkit sem zárunk ki, és ez egy nagyon fontos dolog. Eszter, hadd kérdezzek valamit, amikor hozzánk bejött az óvodába annak idején egy ember és tűzoltó volt, és megkérdezte, hogy ki akar tűzoltó lenni, mindenki felemelte a kezét. Ki akar rendőr lenni, ki akar szakács lenni, ki akar hajószakács lenni. Kegyedet például hogyan érintette meg mindaz, amit kiválasztott, mert nem tudom, hogy hol találkozott vele orientáció keretében Magyarországon. Hát én amúgy nagyon, hát még jó pár évvel ezelőtt, hogy író szerettem volna lenni, úgyhogy én kicsit sem úgy kezdtem ezt az egészet, hogy akkor tudom az érdeklődés. Igen, tehát hogy ez nagyon nem innen indult, sőt kifejezetten hát nem volt a kedvencem a mindenféle tudományos órák az iskolában, hanem mindig úgy készültem, mint a legtöbben szokás szerint, hogy jaj, tehát hogy nem túl szívesen, és én egy non-profit szervezethez, így teljes körülbelül unalomból, mivel nyelvi előkészítőre jártam gimnáziumban, ellátogattam egy ilyen programozási kurzusra, és hát életem első borzalmas játéka amúgy, ami körülbelül nem is működött, akkor a szerelmem lett, hogy én így nagyon-nagyon beleszerettem az egészbe, és például a Lányok Napja keretén belül elkezdtem körbenézni, hogy mivel is foglalkozhatnék. Az űr az már másképp jött, az igazából egy Higgs bozonról szóló dokumentumfilm, mindenféle izgalmaink keresztül jött az, hogy én akkor mindenféleképpen ezzel szeretnék foglalkozni, valamint az, hogy számomra nagyon fontos az, hogy más embereknek segíthessek, és ezt nagyon sokan el szokták felállítani, hogy a legnagyobb űrkutatással foglalkozó vállalatok amúgy nagyon sokat tesznek abba, és olyan kutatásokkal foglalkoznak, amik az emberiség általános jövőjével foglalkoznak. Azt a mindenit, te találkoztál már ennyire tudatos középiskolással, aki nem, így elmondta, hogy miért? Gratulálok, őszintén ehhez az utolsó mondatához egészen biztosan. Viszont eszembe jutott valami annak kapcsán, amit te mondtál, hogy ez nagyon jó, hogy ti szerveztek ilyen pályaorientációs napot, de amivel én mondjuk
középiskolás koromban még nem találkoztam, nem tudom, hogy ez változott, amit te említettél, hogy elmegy a tűzoltó, a rendőr, a középiskolában, és elmesél, hogy ez milyen. Én ezt amerikai filmekben látom állandóan, én ilyen nepeden nem találkoztam. Változott ez? Mi törekszünk rá, tehát a Nők a Tudományban Egyesületnek ez egy kiemelt programja, ahol több tízezer lányt tudunk elérni egyszerre, viszont az év többi napjában rengeteg ehhez hasonló programot szervezünk. Hadd mondjam el neked, Judit, a sportcsapatok rendszeresen elmennek különböző osztályokból, kézilabdázzál, focizzál. Igen, az volt. Tehát sportegyesületek, hogy tehetségeket fedezzenek fel, az igen. De hogy eljön egy rendőr és elmesél, hogy lányok, gyertek, mert egyébként iszonyat jó dolog az, hogy felveszed az egyenruhát, és tényleg azt érzed, hogy teszel valamit a közösséget. Én ilyenet nem emlékszem. És ugyanilyen a mérnök, ugyanilyen a kutatónő, így van, hiánypótló, úgyhogy ezzel foglalkozni kell. Akkor, amikor azt mondják, hogy férfi a szakma, ez azt jelenti, hogy onnan elfogytak a férfiak, és ezért orientálják oda a hölgyeket, de vagy pedig szeretnék megmutatni, hogy a hölgyek is ugyanolyan, sőt, akár jobb, sokkal jobb munkát tudnak azon az adott területen végezni. Semmiképp sem szoktunk a kommunikációnkban ilyen különbségeket tenni, sokkal jobb, vagy ilyesmi. Pont az lenne a cél, hogy egyenlőség legyen, és ezt a sokszínűséget használjuk ki. Tehát azt, hogyha a lányok is és a nők is ugyanolyan arányban, vagy legalábbis hasonló arányban vesznek részt ezeken a területeken, az a versenyképességre, a probléma megoldó képességre, az innovációra sokkal jobban. A probléma megoldó képességben egészen biztosan. Kegyed már felmérte, hogy a szakmájában hány férfi és hány női tanuló van? Hát sajnos az arányok továbbra is borzalmasak, ezt kell mondanom, mert általánosságban a mérnöki pályákon Magyarországon is így az egyetemeken ilyen 15 maximum a nők aránya, így 15 százalékosan. És ez kifejezetten leangoló, főleg ha azt nézzük, hogy különböző kutatások is kimutatják ezt, hogy ugyanúgy szükség van a férfiakra és a nőkre is az adott területeken, hogy mindenféle változatos légkör jön létre. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, ha most föltettem volna a kérdést, hogy ki akar tévében mondom műsorvezető lenni, akkor vártam volna a hölgyek jelentkezését. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.